Másfél héttel a bajnokság előtt vettem át a csapatot egy sajnálatos probléma miatt, de úgy gondolom, hogy az előző mester, amit tapasztaltam, úgy gondolom, hogy jó munkát végzett. Tudjuk, nagyon fiatal csapat van, azért egy pár dolgot, a taktikai dolgokba azért még bele kellett mennem, mert nála inkább a fizikai rész dominált, de remélem, hogy ezeket is majd menet közben rendbe fogjuk tenni, mert úgy gondolom, még nem állunk kész arra, hogy tényleg ütőképes csapat legyünk, de szépen fokozatosan, nagyon nagy potenciál van a fiatalokban, és szépen fokozatosan próbáljuk ezt felépíteni, úgy, hogy a rájátszásra már ez jó legyen. Érzem, hogy a srácok mindent megtettek, nagy önbizalommal csinálták végig az egész felkészülést, mind az edzőteremben, mind a futópályán, mind a csarnokban. Edzőmérkőzésekből elég jó tapasztalatot szűrtünk le, remélem, hogy most ezt a tudást, amit megszereztek, azt tudják kamatoztatni itt a pályán, és győztesen jövünk ki. Az előző szezon bronzérmese jól kezdett a megfiatalított Újpest ellen, hiszen a sárgamezes Veszprém már a harmadik percben vezetett a hosszú sérüléséből felépülő Tatai József találatával. Nagyon szeretem ezt a gólt, amikor így alábökök. Hál' Istennek sikerült, nagyon boldog voltam, mert nagyon nehéz év volt, vagy van mögöttem, amiből még úgy értem, hogy mindig nem tudtam visszajönni, de hát nyilván ezzel próbálkozok visszajönni. Az első félidő hajrájában tovább növelték előnyüket a bakonyiak, hiszen a legutóbbi házigól király Ton után a 19 éves Fellenbeck Zétény is betalált. Elkészülés alatt hallottuk, hogy az Újpest nagyon jól teljesített, és nyilván úgy jöttünk ide, hogy nagyon fegyelmezetten kell játszani, és be kell tartani ezeket az alapdolgokat, amiket gyakoroltunk akár védekezésben, akár támadásban. Én úgy gondolom, hogy ez sikerült. Szerintem végig domináltunk, egy-két periódustól eltekintve szerintem magabiztosak voltunk, viszont az Újpest dicséretére legyen mondva, hogy végig küzdötték a mérkőzést, egyszer-kétszer nehezebb pillanatokat okoztak nekünk, és az 5-4-es formációk is egész szép volt, úgyhogy szerintem gratulálok nekik, és szerintem szép jövő előtt állnak, hogyha így folytatják. A térfélcsere után Ton duplázott, ám nem tartott sokáig a 4 gólos vendégelőny, hiszen a 25. percben a Rubeolától érkező Katona Noel megszerezte az első újpesti találatát. Örülök annak, hogy góllal tudtam bemutatkozni itt Újpesten, emellett viszont kikaptunk a meccsen, sok volt a technikai hibánk, ami javítanunk kell védekezésben, most jött ez a gyors 5-4, amit a Veszprém nagyon jól csinált, ott is rosszul forogtunk be védekezni, igazából ebből kaptunk sok gólt. Támadójátékkal azt kell mondanom, meg kell legyek elégedve, a helyzet kihasználással természetesen nem. Úgy gondolom, hogy nagyon sok helyzetünk volt, akár 4-4-be, akár 5-4-be, hát azokat sorra rendre kihajtuk őket. A védekezésben viszont nagyon-nagyon gyengék voltunk a mai napon, a Veszprém az összes hibánkat kihasználta, és úgy gondolom, hogy még nagyon az út elején járunk, nagyon sokat kell még dolgoznunk, mert úgy gondolom, hogy a védekezést mi nagyon-nagyon rendbe kell tegyük. 1-4 után Alexander Gavrilovics és Klacsák Bence is beköszönt, míg a 2-6-os végeredményt a duplázott Tatai állította be. Szerintem őben javítanunk kell, amikor a kapus kihozza a labdát, úgy nehezen vettük fel néha, és ezáltal könnyen vitték ki a labdákat, viszont azért voltak szép megmozdulásaink, szép játékmenetek, ezeket mindenképp tovább akarjuk vinni, és a helyzet kihasználásokban nagyon kell most javulnunk, mert az ma nem jött össze. A következő körben az Újpest a Deac-szal, a Veszprém pedig a Berettyóújfaluval vív rangadót.